Sziasztok! Ebben a videóban a helyes tartás kialakítását fogjuk átnézni. Ez egy nagyon fontos téma, hogy érdemes figyelned, viszont előbb légy, ha még nem tetted meg, akkor iratkozz fel a csatornánk végt egy kis harang emblémával, és essünk is neki. El fogom mondani rettentő röviden, hogy hogyan alakult ki a jó tartásunk, hogyan rontjuk el, milyen rossz tanácsokat kapsz a tartás kialakítására, ami esetleg még károsabb is, mint az, amivel most éppen rendelkezel, és megnézzük, hogy hogyan tudjuk helyre rakni ezt. Tehát amikor megszületsz, és icipici gyerek vagy, akkor egy kis célak vagy, nem tudsz járni, nem bírod el a saját tested, és amikor elkezdesz fejét felemelni, felkönyökölni, lapockát zárni, vagy szép lassan fölállni, akkor a tested megtanulja, kialakítja a gerincnek a görbületeit, az idegrendszer megtanítja úgy feszegetni az izmokat, hogy a tested alkatrészeit, a mozgásszervezeted alkatrészeit tehermentesen a legkisebb energiabefektetéssel tartsa meg, aztán megtanulsz járni, és megtanulja a hátveres részed, tehát a csontjaid, izmaid is, hogy hogyan bírjanak el, és megtanítja az idegrendszered, hogy hogy kell ezeket az izmokat használni úgy, hogy egyik alkatrésznek se kelljen nagyon túlterhelődni, vagy egyik izomnak se kelljen nagyon feszülni. Ez a jó tartás, amit fenntartana pusztán az, hogy járunk, mert ez mindig azokat az izmokat mozgatja meg, amikkel elvileg tartanunk kellene magunkat, tehát bele van kalkulálva a rendszerbe, hogy egészségesek maradunk. De a probléma ott kezdődik, hogy 7 évesen beülsz az iskolapadba, testtel van lányrészekkel, izmokkal, szalagokkal, kötőszövetekkel, amiknek az eredési tapadását tartósan közel tartod egymáshoz. És a görnyedésnél tipikusan ezt csinálod, akkor azok rövidülni fognak. És ha ezek rövidülnek, akkor elhúzzák a csontjaidat abból a pozícióból, amire az idegrendszered megtanulta ezt az optimális feszítést, működést. Egy csomó izmondat be kell kapcsolni, hiszen kiesen a rendes statikai helyzetből, az előre helyeződő fejed például sokkal nagyobb teher lesz. Hogyha egy izom megfeszülő ellenpárja lekapcsol, és így elkezdesz egyre távolabb kerülni attól a reflexesen, teljesen természetesen kialakuló tartás mintától, amiben te egészségesen és az izületek túlzott terhelése nélkül tartod magad, tehát ez a mozgásszervrendszerünk öregedésének egy nagyon fontos motorja. Ebből alakul ki egy csomó gerinc problémánk, például a vállizületnek a gyulladásai azáltal, hogy sokkal jobb kompresszió alatt van az izület. És akkor elkezdesz olvasni a letter, mert elkezd zavarni a rossz tartás, hogy hogyan lak rendben magad. Biztos ismerős az ismerősöd, amikor azt mondod neki, hogy húzd ki magad, vagy hogy tartod magad, csinálj valamit, és így puh, ilyen droidos tartást vesz fel. Tehát nem tudunk így tartást javítani. Az a gond, hogy a zsugorodásaink van, hogy az idegrendszerünk megszokott egy rossz mintát, azt nem tudjuk ott helyben leszpanderozni, hanem egyszerűen át fogjuk küldeni a feszültséget a testünk egy másik részére, ezért olyan diszonáns és merev, hogyha valaki erőlteti a jó tartást. Nekünk azt kell elfogadnunk, hogy egy helyben állunk, nem tudjuk ott megváltani a világot, hanem azt a helyzetet tudjuk felvenni, ami ott akkor a szalagjaink, izmaink aktuális állapotával a az éppen maximálisan a legjobb elérhető. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy nem elkezdjük pakolászni magunkat, hanem kipiszkáljuk, elkezdjük ingerelni azokat a reflexeket, amiket kiskorunkban kialakítottunk, amikor megtanultunk járni. Ennek a következő módja van, például ezt következő módot csináld, állj meg egy helyben, bármikor, amikor mondjuk boltban, közérben, buszmegállóban állnod kell, várnod kell, és told bele a talajba a talpadat. Nagyon egyszerű ez az egész, hogy a tolod a lábad a talajba, hogy egyszerűen aktiválod azt a reflexet, ami járásnak ebben a fázisában bekapcsol a csípő kirotátorait, és már is a térdet ki fog rotálni, a csípő picit kirotál, a medencét dőlésszöge az ideálisabbá válik, és a derekad is kellően hamarodni fog. Na most nagyon sok embernek ez a told a lábad a talajba, ez túl egyszerű, bonyolult gondolkodás, mert egyszerűen nem értik, hogy miről van szó. Ha ez nagyon egyszerű neked és bonyolultabb dolgokat szeretsz, akkor nézd meg ezt a videót, itt elmagyarázom, hogy mit értek ez alatt, hogy told bele a lábad a talajba, de legtöbben ezt érezni fogjátok, hogy innentől lefelé kikönnyebbül a testet. Ha ezzel megvagy, akkor ezt tartsd meg, ne veszítsd el, és egy icipici kört tegyél a válladdal a hátrafelé, és ejtsd össze a lapockáidnak az alsó csücskét, de csak annyira, hogy ne törjön be a derekad. Tehát, hogy a derekadban, amit elértél ezáltal, ezt ne veszítsd el, és amit érezni kell, hogy csukjál el az út, a nyakad hátsó része ellazul, és a fejed egy picit befele mozog. Ezt nem te csinálod, a fej álbetolást, ez annak következtében történik meg, amit csináltál. Próbáld ki, állj fel, told bele a lábad a talajba, körözz egyet hátra, és azt fogod érezni, hogy a arcod is ellazul, illetve a nyakizmaid ellazulnak. Ez azért van, mert hogyha a tested nyaktól lefelé elegyedik a gravitációval, akkor a fejed automatikusan jó helyzetbe kerül,
Ha viszont bármi hiba van, az a nyakadon fog csattanni, és annak a feszültségét fogja fokozni. Tehát nagyon jól tudod ellenőrizni a tartásodat azzal, hogy nyakadnak a tóló semmilyen. Ergo az üzenet, ne kezd el pakolászni a test részeidet, ne a jó tartás kialakítására törekedj, hanem az izmok relaxációjára. Tóld bele a talpad a talajba, érezd, hogy ettől már egy picit kirotál a csípőt, picit billen a medencét, körözz egy picit hátra a válladdal, mint hogy a lapockák alsó csüskék lejtenéd és lazulj el, és utána felejtsd el ezt az egészet, csak próbálj meg így maradni. Az, hogy felkörni mennyit tud kirotálni, az sajnos limitált, de ezt nem itt helyben a Tesco-ban, vagy a bevásárlóközpontban, vagy a buszmegállóban állva, hanem a gyakorlatokkal fogjuk tágítani, más videókban, más anyagokban. Itt most azt csináltuk, hogy amit ott akkor a legjobbnak fel tudsz venni, azt felvedd, és ne hallgass azokra, akik azt mondják, hogy ezt ide tedd oda, tedd amoda, mert ezzel csak a feszültséget tologatod a testedben. Remélem hasznosnak találtad a videót, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és nézd meg a következőt is, ami arról fog szólni, hogy járás közben hogyan tudod megcsinálni, ugyanezt, mert ez egy picit másfaj.